Melyik a szülésre legmegfelelőbb időszak egy termékeny nő életében? Röviden válaszolva, az ideális az 20 és 40 év között, vagy ajánlott 20 és 40 év között, hogyha ideálisról beszélünk, akkor azért azt mondanám inkább, hogy 25 és 35 közötti életkor. 35 év fölött, ahogy idősödik a női szervezet, megjelenhetnek kronikus betegségek, mint például magas vérnyomás, nem egy elhanyagolandó probléma a fertilitás csökkenés, ami azért 40 éves kor után elég jelentősen közbeszólhat egy terhesség elérésében. És még egyszer kiemelném a krónikus betegségeket, illetve obezitást, ami ebben az időszakban azért rányomhatja a bélyegét egy terhességre. Van-e valamilyen veszélye annak, ha valaki 40 év felett szül? Természetesen megvannak a rizikók. Mondjuk vegyük az első, a fertilitás problémája. 40 éves korban, ha valaki úgy dönt, hogy terhbe szeretne esni, nem biztos, hogy sikerül neki. Minden nő egy adott számú petesejttel születik, ez nem fog nőni, ez csak csökkenni fog, attól a pillanattól kezdve, ahogy a termékeny időszakba lép. Viszont 40 éves kor fölött megtörténhet, hogy ez a meglévő petesejtszám már kimerülő félben van. Tehát valaki nem biztos, hogy sikeresen teherbe tud esni spontán módon. Lehet, hogy szükség van akár petefészek stimulációra, hogy ezeket a petesejteket kinyerjük, úgymond a petefészekből. Illetve megtörténhet az is, hogy már teljesen kimerült 40 éves korra a petefészek. Ilyenkor már akár a mesterséges megtermékenyítés is nehézkessé válhat, mert egyszerűen nem tudunk petesejtet nyerni. Ebben az esetben akár donor petesejtre lehet szükség. Más problematika az, hogy milyen betegségek, milyen anyai betegségek léphetnek közbe nagyobb gyakorisággal 35-40 éves kor fölött. Itt például a terhességi magas vérnyomásnak az előfordulása magasabb, preeklampszia ebből kifolyólag szintén gyakrabban fordul elő, terhességi diabétesz, tehát terhességben valaki nem diabéteszes, de terhesség alatt diabétesz kialakulhat, ez is rányomhatja a bélyegét egy terhességre. Mire kell figyelnie a terhesség alatt egy 40 fölötti nőnek? A genetikai betegségek szűrése talán ez az első, sőt még akár mondjuk 35 év fölött, vagy hogyha már valaki betöltötte a 40 évet, és úgy dönt, hogy terhes szeretne lenni, akár egy nőgyászati konzultáció megelőzheti ezt a döntést. Abból a szempontból, hogy ha véletlenül fennáll egy fertilitás probléma, akkor azt azért időben diagnosztizáljuk, mert nagyon szorít az idő a petesejtszám miatt, és hogyha véletlenül fertilitási problémát kell kezeljünk, akkor ezt időben kell elkezdeni. Úgyhogy az, ami érvényes egy 35 év alatti nő esetén, hogy egy évig nyugodtan spontán próbálkozzanak, és ha nem jön össze, akkor elkezdünk vizsgálódni, ez mondjuk 40 éves kor esetén már nem várunk egy évet, hanem akár ezt már elkezdjük mielőtt, vagy mi alatt már elkezdenek próbálkozni, hogy egy esetleges fertilitási problémát diagnosztizáljunk, és ezt megfelelően tudjuk segíteni ezt a terhben maradást. Mivel lehetne megelőzni ezeket a terhességi komplikációkat, mert azért a magas vérnyomás és a diabétesz is egy olyan betegség, aminek nagyon sok oka lehet, és nagyon sok oka kapcsolódik az egészséges életvitelhez, az egészséges táplálkozáshoz, ez rendszeres testmozgáshoz. Hogyha valamire odafigyelhet egy idősebb kismama, akkor talán ezek a dolgok. Megfelelő táplálkozás, megfelelő cukorbevitel, a testsúlynak a kontroll alatt tartása, ezt ugye a body mass indexel azért úgy lehet vizsgálni objektíven, hogy most hol vagyok és mit szeretnék elérni. A rendszeres testmozgás, ez akár terhes torna formájában, készülni a szülésre, akár terhes torna formájában, illetve a szűrővizsgálatok és a szoros
egyeztetés a nőgyógyásszal, hogy akkor mire figyelünk oda, hogyan követjük ezt a terhességet, és tovább.